más produkciókban is dolgoztunk, tudunk már együtt Feróval és Deák Vírusszín játszott a Jézus Krisztusunk, aztán már még a bemutató után. Én nagyon szeretem, és a közönség is, és fogjuk játszani, összejátszottunk utoljára. Hát igen, nem kiszolgáltatott a helyzetek, hogy nincsen saját színházunk, sőt, most még ez a színház is veszélybe kerül, mert hogy az öröcsik majd így átvett az irányítást, de állítólag kapunk tőle 40 játszási napot egy évadban, és a színház állítólag pedig megkapta a Ferenc színházat, tehát az se olyan egyszerű. Ő is megígérte, hogy 80 előadásra biztosítja a Ferenc. És akkor a nagyobb dolgokat a Jézus Krisztus Szuperstárt, a nyomorultakat átvegyük az Operett színházba, és a kisebbeket az Evitán sztárcsinálókat, ezeket pedig játszanak tovább is az adó szakában. Écius római hadvezér, állítólag nagyon fontos szerep. Most hoztam el a hanganyagot magammal, azt most nem jól megtudom, illetve a kazettát megmondtam. Szóval még én sem hallottam. Écius. Ebben van a kotta, de szöveg még nincsen, mert a Szörényi Levente írja, és hát ő nem igazán szöveg írja, hogy kicsit lassan készül el a gól, de szombatra megígérték, hogy küldjük nekem a szöveget. Ezt egy körbe adják. Itt is tudom, hogy. Úgyhogy ezek vannak. Ja, és közben a legfontosabb, az pedig egy, hát az nyár végén lesz, augusztus 15-én elindulunk Londonba. A Csengeri Attila, a Malek Andrea Csengeri Attila, jó magam, mert van ez a magyar darab, ez a Dorian Gray táncképet, egy Oscar Wilde novella. Ez lement a tévében, és nem tudom, biztos látta valaki. És bemutatják Londonban. És az a szerencséje bennünket átmutat, hogy mi benne leszünk ebben az előadásban. Tehát magyar főszereplők járvan. Október 1-én lesz Londonban a bemutatója, és erre utazunk el augusztus 15-én. Ez azért furcsa, mert 20-án van az Attilának a bemutatója. Tehát úgy kellett szerződnünk, hogy mind a kettőt meg tudjuk csinálni. Részben a Koltaiék, Szörényiék is ragaszkodnak hozzánk, hála Istennek, az Attilának meg hozzánk. Neked a Dorinnek is elég fontos kiugrási lehetőség, meg egyáltalán Londonban egy magyar színész színpadra lépni, ez fantasztikus. Különleges alkalmat számít. Úgyhogy 15-én elutazunk, 19-ére visszautazunk a főpróbára, lejátszunk a 21. premiért, 21-22-én még játszunk, aztán vissza kell mennünk Londonba, tehát hogyha velük akarjátok megnézni, akkor a bemutató táján kellene látsatok lényeg, mert utána más fogja játszani az Attilát, esetleg az én hangom fog menni szabadon, de más fog azok is. Tehát egy ilyen furcsa paradox helyzet. A lemez felvételei azok jövő péntekon kapnak a világ, dupla CD és kazetta, és akkor itt van lemez formájában. Tehát elég egy felvételés. Mindenki angol lesz. Hogy? Így egy természetesen. Vagy szó, hogy a válaszok vele vagy a szemben, hogy is van kell kívott személyen. Szóval az is. Igen, én ott voltam. És ott magyarul mentek, mert annak magyar volt a szóval jellegzetesség az egész, és adtak ilyen szólólapokat, és a közönség teljesen tudta követni a történetet, nézte a színpadot, látta, hogy van, és fölfogta és olvasta, teljesen hatalmas sikert tudott elérni. Tehát ez volt benne kuriózum, hogy magyar. Ez pedig egy angol előadás lesz, és hát nekünk össze kell szednünk magunkat, hogy megfelelni. De hát hallottam olyan, hogy nem kell. Hát én is voltam már Londonban egy pár szor, és láttam előadásokat. Vannak nagyon jó előadások, meg színészek, de vannak teljesen gyönyörűek is. Úgyhogy annyira nem kell az ott szőnyeg alatt. Van róla szó, hogy a David Bowie játssza rá a Lord Henry főszereplőt. David Bowie. Itt van, neked is van valamit magának? Igen. Nem mutatom.
de aztán nem tudtok leülni, van itt egy csomó hely. Már, ugye? Bátran. Úgyhogy ezek vannak. Aztán majd csak egy kérdező van, de mindent. Megbeszéltétek, hogy ő fog kérdezni? Színész zenekarral augusztus 9-én mindezt az őrületes tortúrát megelőzendő lesz a Tudai Park színpadon egy hatalmas koncert. Színész zenekar? Volt róla szó, de ennek is időjével azoknak, hogy minden. Nagyon sokan megkeresnek már, hogy csinálják. Egyszer bementünk a rádióstúdióba és elkezdtünk egy felvételt, de azt sem tudtam befejezni. Tehát fél év alatt nem. Hát lehet, hogy lesz rajta saját dal is, mert vannak saját dolgaink. Hogyha megjutjuk a szintet, majd ha szeretjük lenni, de akkor korán kerülnek. Légy nem erőtetek. Egy kicsit más fajta kapcsolatot, amit a közösség kényelmét érzem. Nagyon jó zeneszerzőkkel alkottam össze, és már csinálják a dolgokat. Ugye a 3 hete lett volna egy összejövetel, csak nem tudott össze a semmi. Egyszerűen nincs. Csak de most majd lemennek ezeknek előadásokat. Csak a rád kell majd feküdni, de még ebből is akarok tudni, hogy mindig olyan kell. Egy gödörbe vizet, jó, meg egy törülköző. Ez már legyen. Az a Júzs kérnek, hogy a kettőnk körül, a két hamadát körülögen. Jó, tudom, a Merlin Mollról csinálni. Meg te is, hogy egy is tudom. Hova, hova szállni? Gyere, így jó? Jó, meg. Csináljátok akkor, nem veszek le. Igen. Akkor megyek. Meg egész nap erre edzettem. Oké. Nem is lett. Szóval hol tartok? Gipsz, kásár. Lovakról beszélt. Természetesen. Mióta lovakról? Hát 8 éves koromban kezdtem. És akkor mindig rohadtam a lovakhoz, hogyha megvannak a patat a bogár. És aztán a piacon fölültettek ilyen hóra, vidéken, nyaraltak, mindig ahova körül voltam. És egy olyan 5 évvel ezelőtt megvettem az első lovamat. 35.000 forint egy csíkból. És azt nevelgettem, és hát az volt a nap, hogy a saját lovaim. És hát amikor csak lehet, akkor kivegyek hozzá. És lovagok versenyzett, kellett a fiúknak a verseny. Tavaly a Budapest bajnokság befejezéssel ilyen, az a borsó verseny alapján 13.